harmónia, az összhang, a finomság érzékeltetése, melyeket a textúrák kölcsönös játékával, a színek harmóniájával igyekszek megmutatni, vallja a művész. A kiállítás képeiből árad a finom nőiesség, melyet a művészeti szakgimnázium tanára Szakó Erika és növendékei hivatottak erősíteni gitárjátékukkal. A tárlatot Úrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg. 4 évvel ezelőtti kiállításhoz képest nagyobbak a munkák, fajsúlyosabbak, tehát azt lehet látni, hogy ha ezt szabad nekem mondanom kívülállóként, aki a textil művészethez sem ért, mint hogyha egy igen erőteljes fejlődésen ment volna keresztül. Abban mindenféleképpen, hogy bátrabban használja a színeket. És tényleg a színhasználat, hogyha valaki színesebben öltözik, akkor a boldogságot sugallja. Hogyha valaki bejön ide a Váci Művészeti Központban, és szétnéz ezeken a nagy, impozáns alkotásokon, akkor szerintem az első benyomása ez lesz. És hogyha utána közel megy és a részleteiben is megnézi, akkor láthatja, hogy valójában ebben óriási munka rejlik, mármint egy képnek a megalkotásában. Tehát a kettő együtt. Az elvégzett munka és a közben tapasztalható boldogság látszik ezeken a képeken. Nekem, amikor bejöttem, ez volt az első benyomásom. A pillanat varázsa kiállítás vásznai megtalálható nagyon sokféle anyag, amely körülvesz minket. Ha úgy tetszik, ez némileg az újrahasznosítás művészete is, hiszen a textilek, az eltépett kartonpapír vagy a kagylóhéj az alkotó szemének és kezeinek köszönhetően műalkotássá transformálódik. Nagyon sok dolog vesz körül bennünket. Az alkotásaimba ugyanúgy szeretem használni a természetes anyagokat, mint például a kavicsot, tiszai homokot, kagylóhéjat vagy fakérget, mint a mesterséges anyagokat. Legyen az akár egy öv, egy gomb, egy bármilyen üvegdarab, hiszen ezeket remekül lehet kombinálni. Ezek a különböző anyagok struktúrákat, textúrákat képezve nagyon érdekes kompozíciót adnak, amit a felragasztás után színekkel egészítem ki és festem meg. A kiállítás május 23-ig tekinthető meg a Váci Mihály Kulturális Központban.